találkozott egyértelműen egy sasfiú meg egy saslány, szerelembe estek. A szerelemből lett konkrétan egy előttünk zajló sas szex. Ennek lett egy gyümölcse, ez a gyümölcs ugye a tojás. Aztán láttuk, ahogy a sas hölgy kikelti ezt a tojást, láttuk, hogy kikel a kisfiúka, és még azt is láttuk, hogy a sas a kuka megtanítja repülni nagyon egyszerű módszerrel. Megmutatom nektek, mert hát, hogyha nektek is majd egyszer meg kell tanítanod egy sasfiúkát repülni, tehát először így kell csinálni, mindkét szárnyal, aztán így, és aztán ezt gyorsan ismételgetni. De ez nagyon hosszú folyamatán akkor, hogyha az ember iccanyú pici, meg sas, tehát nem verbálisan történik ez az átadás. Médiában a legfontosabb dolog, hogyha mennek, mindenki vigyen névjegykártyát. Előhúzta a névjegykártyáját, én adtam át az enyémet, az úr ránézett, azt mondja, maga a Lázár Ádám. Kiderült, hogy 3 éve írogatunk egymásnak arról, hogy hogy lehetne javítani az indiai-magyar gazdasági kapcsolatokat. Hogyha arra gondolunk, hogy véletlen, szerencse, csillagok. Egy olyan országban, ahol 1,3 milliárd ember él, egy olyan városban, ahol 16 millióan élnek, egy olyan este, amikor 17 ezer ember mond igent egymásnak, egy olyan társaságban 750-en vannak meghívva, az első, aki oda jön hozzám, ismer engem. A legizgalmasabb az volt, amikor egy ilyen szűk pallon kellett föllognom a nagy hajóra, és azt úgy oldottam meg, hogy beszedtem az összes külfölditől a jegyét, elkértem tőlük, hogy akkor menjünk együtt. Odaadtam a beengedő embernek, és az még számolta, ugye addig én is bementem, és utána már elkavarodott a számolással, és akkor föl voltam a hajón. Laura szólt, hogy valóban ott ül egy hatalmas majom a tetőteraszon, és épp a helyiek szárított gyümölcseit meg magvait eszegeti. Én meg hát gondoltam, rám bízták ezt a munkát, azért is adták nekem ezt a szerszámot. Kiléptem azon bőreségemben, mert ugyanis nem volt rajtam semmi. Kiléptem, megláttam a majmot, ő meglátott engem, és ő azt mondta, ekkor értettem, hogy ez másképp fog lezavarni ez a kommunikáció, mint ahogy így előre elképzeltem, majd elkezdett felém szaladni. Ekkor lelassult az idő, vagy felgyorsult, vagy valami történt. Az volt ugyanis, hogy néztem magamra, néztem a botra, mi az a dolog, amiben megvédhetem a testemet, ez a bot. De mit csináljak vele? Hát azt mondták, hogy üssem meg a majmot. De hát majom sokkal gyorsabb és sokkal ügyesebb, hogyha valaki látott már majmokat mondjuk fogócskázni, az tudja, hogy milyen, amikor egy fa koronáján 3 dimenzióban fogócskáznak. Elképesztő. Tehát biztos voltam benne, hogy pillanatok alatt a lábam között a fenekemen át valahogy fülön fog harapni hátulról, és egyetlen menekülésem van ezelől, hogyha fejbe találom. De itt meg szembe kerültem azzal a morális problémával, hogy ide jövök a világ másik végére, és egy emlős társamot üssem le azért, mert mint egy 4 rupia értékű szárított gyümölcsöt akar ellopni, kitől is? Valami a háziaktól? Hát nem mindegy az egész. És akkor innentől már leegyszerűsödött a történet, valószínűleg a szívem is megnyugodott. Visszaugrottam, becsaptuk az ajtót. Kivittem a bringámat, és elindultam biciklipumpa nélkül. A biciklipumpa, azt mondtam, hogy teljesen fölösleges, ki az, aki biciklipumpát hord magával, tegye fel a kezével, szerintem nem sokan vagytok. Minden benzinkútnál meg lehet levegővel tölteni a kerekeket. Csak hogy Indiában más a helyzet, ott vidvort menetes az összes csavar, és nem kompatibilis az európai biciklikkel. Mert tudom, hogy bringát vitte már valaki magával a repülőgépen. Na, hát akkor elmondom, hogy úgy kell csinálni, hogy leeresztik az összes kereket.
Néhány évvel később visszamentem megint lébe, ott mászkálok az utcán, oda jön hozzám egy nagyon komoly, ilyen goncsába, ilyen lebernekbe öltöztetett láma, így rám néz, államra teszi a kezét, és azt mondja, ugye te vagy a kis Csapó Gergő. Határ az 10 órakor bezár, és még most van 11 óra. Úristen, mit lehet itt csinálni? Hát meg kéne keresni a immigrációs tisztet, hogy ott kinyissa. Jön az egyik helybéli, hogy megtaláltuk az immigrációs office, és de alszik. Milyen alszik? Hát legalább 50 dollár milyen alszik, de lehet, hogy 100 dollár is. Pét nem számít, próbál fölgölteni. इश्क ही है रब और खुदा सोनिया यहाँ पे इश्क ही है रब और खुदा सोनिया जप्पियों सा देश है मेरा ओ सोनिया जप्पियों सा देश है मेरा जप्पियों सा देश है मेरा।